Vendégünk volt Rádió Gaga Interjú. A nyár nagyon sok aktualitásról híres, de azt hiszem, hogy a 2024-es nyár mindenek előtt a hatalmas hőségről legalábbis, hogyha az utóbbi néhány hetet veszük, és a hatalmas hőség esetenként egészen nagy gondot is okozhat a szervezetünkben. Na no, többek között ennek aprópóján hívtam be most ide a stúdiumban Demien Zoltán kardiológus szakorvost, a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórházen részéről. Szervusz, doktor úr, mindenek előtt köszöntelek. Üdvözlöm a rádióhallgatókat hallgatókat, illetve hát a nézőket is. Így van a majdani néznek. YouTube nézőket, így van. Mondom itt az aktualitást, meg egyáltalán, hogy, hogy gondot okozhat a hőség, mert egyébként sajnos ezt látjuk, tapasztaljuk, főleg akár az idősebb korosztálynál, de hogy vannak problémák, én ezt szeretném tényleg szakszerűen megközelíteni, úgyhogy illetékes személynek teszem fel a kérdést, hogy mennyire tud befolyásolni a nagy meleg, akkor, amikor amikor tényleg ilyen szintekről beszélhetünk, mint idén nyáron. E, igen, hát lassan vége a nyárnak, de ugye hát itt Székelyföldön is még tombol a Kánikula, Így van. ugye? Hát azért érdemes erről beszélni, mert ez életveszélyes is lehet, akár a szívérrendszerre. Itt kifejtenénk néhány dolgot, ami negatív hatással lehet rá. Ugye testünk arra törekszik, hogy folyamatosan egy állandó testhőmérsékletet biztosítson. Ahhoz, hogy a létfontosságú szerveink működjenek megfelelően, ezek ellen egy állandó testhőmérséklet. Függetlenül attól, hogy most kint 0 fok van, 10 fok van, vagy akár 40 fok van. És ehhez próbál alkalmazkodni a szervezetünk. Na most már. Ezt úgy tudja megtenni egyik mechanizmus például, hogy a bőrben levő hajszálerecskék kitágulnak, és fokozódik a vérkeringés. Uh -huh. Csak hogy a szervezetnek biztosítani kell, pontosabban a szívnek, elegendő vért a létfontosságú szerveknek is. Ezért a, a, szívnek egy fokozott munkát kell tennie ennek érdekében. Hát itt még megemlítendő, amiatt, hogy tágulnak az erek, csökkenhet a vérnyomás is. Ez fontos azoknak, akiknek alapból alacsonyabb a vérnyomás, vagy vérnyomás csökkentőt szednek. Ugye? A másik fontos dolog, hogy nagyon sok folyadékot veszíthetünk. De ugye meg kell említeni, hogy a víz mellett ugye elektrolitokat is, nátrium, kálium, magnéziumot is veszíthetünk bőrünkön keresztül. Úgyhogy erre is oda kell figyelni. Ugyanakkor, ami megemlítendő, még hogy amiatt, hogy elég sok folyadékot fogyasztunk, megnőhet a trombózis veszély. Tehát a vérrög ez a ki... vízfogyasztás, miatt? Most teljesen laikusként nem a... kell kérdezni. Amiatt, amiatt besűrűsödik a vér, mondjam azt. Aj, uh -huh. Tehát, hogy folyadékot veszítünk, a vér besűrűsödik, hogy egy kicsit így. Konyha leredukáljuk egy a nyelvre, Igen. Hogy én is értem. Igen, sűrűbb lesz a vér, hamarabb megalvad. Tehát értem. főleg azoknál, hát nyilván, hogy egészséges embernél ilyen nem fog meg, hogy ritkán történik meg. Tehát, ugye itt inkább a betegekre gondolunk, akiknek már van alapból rizikófaktor, azoknak nyilván, hogy hamarabb előfordul, hogy mélyvénás trombózis, tüdőembólia, akár infartus, vagy ilyen betegségek jelentkezzenek, amik trombózissal járnak. Vagy az Lényel, lehet a következő? Az lehet a következő. Ugyanakkor azt sem kell elfelejtenünk, hogy említettem, hogy elektrolitokat veszítünk. Leesik a vérnyomás, a szív fokozottabban működik, itt nagyobb veszély van, hogy ritmus zavarok is kialakuljanak. Nyilván a megfelelő betegeknél, akik erre hajlamosabbak. Mindenek előtt kik azok, akik úgymond a legveszélyeztetettebbek? Mert én itt említettem például az idősebb korosztályt kicsivel korábban, de jó-e az én laikus sejtésem? Így van, így van. Hát mi úgymond fiatalabbak, egészségesek is nehezen tűrjük ezt a meleg időszakot, tehát ezt a kálnikulát. De valóban, tehát az idősek, krónikus betegségben szenvedők, itt szívbetegekre gondolok, vesebeteg, májbeteg, vagy akár tüdőbetegségben szenvedők, illetve ne felejtsük el, hogy az újszülöttek és a csecsemők. Ja igen, ó, ők hát is, persze, hát ők persze. Is, ők nem tudnak figyelmeztetni, illetve nem mindig vesszük észre a jeleket. Na igen, és itt a jeleknél jön, akkor rögtön vagy társítható szinte azonnal a, tünet kérdése is, és akkor induljunk akár innen, hogyha neked is megfelelő, hogy valóban egy új szülöttnél, egy csecsemőnél is, nem? Hát milyen tünetekre tud odafigyelni egy friss édesanyja, édesapa? Van-e egyáltalán szemmel látható oka, nyoma ennek? Ijesztő a helyzet, azért kérdezem. Igen, hát mondjuk én gyakran gyerekekkel nem foglalkozom, csak az enyémekkel, de... <laughs> a és már rég, rég voltak csecsemők, de hát itt Nyilván lesz, lenne a szomnyúság érzet, amit a kisgyerek nem tud mondani. Tehát, é, de itt ugyanúgy visszatérve, az, idők sem, az idősek viszont nem érzik. Nem Gyakran. érzik a szomjúságot? Gyakran igen, nem érzik. Komolyan? Igen, ha kell figyelmeztetni, hát elfelejtenek inni például, és nem is érzik, hogy szomjukak lennének. Én most egy kicsit megijedek, és bocsánat, ennyi szubjektivitást becsömpészek, de én nagyon gyakran rajta csípem, vagy elcsípem hát jó, magam. Jó, persze. Mert ez... én is én most már oda sorolható vagyok <laughs> az idősödő korosztályhoz. De most, ahogy mondod, valóban az ember néha tudatosan kell emlékeztesse így magát. Így van, így van, és az időseknél ez fokozottabb is. Tehát itt mondtam, hogy a szomjosság, ezt a kicsi ugye, nem tudja jelezni, de amit észre lehet venni a, a csecsemőknek és babáknak, a bőrnek a rugalmassága. Tehát, szárazabb lesz a bőr, és nem lesz annyira rugalmas. Ez Tehát erre lehet odafigyelni. Tünet, a másik tünet, amit észre is lehet venni úgy idősebbeknél, mint gyerekeknél, vagy csecsemőknél, a vizeletnek a sűrűsége megnő, koncentráltabb lesz, ezért sötétebb lesz a vizelet. A vese is törekszik arra, hogy minél több vizet tartson vissza, és csak a a minimális vízmennyiség ki. Ebbet, igen. Igen. De ezt gondolom, akkor szintén egy laikus kérdés enged meg nekem, gondolom ez a vizelet, illetve az ürités sűrűségére is vonatkozik. Tehát, hogy így van. azért az logikus, ha az ember sok vizet iszik, akkor értelemszerűen többször kell meglátogassa igen. az illőmhelyét. Így van, így van. Ugyanakkor még tünetek között lehetne a fejfájás, szédülés, ájulás érzet akár, vagy gyengeség, de ami egy másik dolog például az izomgörcsök. Tehát azáltal, hogy elektrolitokat veszítünk, ezáltal gyakrabban előfordulhatnak például izomgörcsök. Ez valamilyen specifikusan köthetően, nem tudom, testrészre gondolok itt, hogy, hogy akár a végtagoknak... Hát igen, igen, mert leggyakrabban azokat használjuk. A hogyan tudjuk ezt, és itt első körben például akár egy picit a hányingerre, vagy a fejfájásra gondolok, de hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni mondjuk ezt egy napszúrástól, aminek nagyon hasonlóak ugyanúgy a tünetei. Vagy konkrétan arra vonatkozik a kérdésem, hogy mikor kell komolyabban vegyük ezt az egészet, mint se mondjuk, hogy á, napszúrás. Igen, hát napszúrás ott ugye hát az akkor történik, amikor több óráig napon van az illető, ott ugye ö, ott inkább Úgymond csak a fejet érinti, és az fejfájás akár hányással jelentkezhet. Viszont van a hőgutta, tehát hát a hőgutta nevezzük, igen, amikor um, például a testhőmérséklet megnő 39-40 akár 40 fok fölé, tehát akkor már szárazabb a bőr, meleg és száraz, tehát nem annyira nedves, mert már tulajdonképpen abba a stádiumba jutott az emberi szervezet, hogy, hogy nem tudja a hőmérsékletet szabályozni. És ezt egyébként mindenki mondhatni Igen. a saját bőrén, vagy ha nem akár szülő, vagy rokon vagy Így van. Így érzi, van. De akkor gyakran jelentkezik például zavartság, akár halucináció, tehát De ilyenkor is. mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Tehát zavartság, hogyha jelentkezik. Úgy értve a igen, ezt akartam kérdezni, szellemi oldaláról megközelítve a dolgokat. Hú. Kicsit a prevencióról, én nagyon szeretek prevencióról beszélni, mert hiszem, hogy minden hasonló ilyen interjús helyzet, egyfajta felhívás is kell legyen, hogy figyeljünk jobban oda a dolgokra. Másrészt lám, mit tudunk tenni jelen esetben az ügyben, hogy mondjuk tényleg megelőzzük a bajokat, a károkat? Először is úgy kellene a napi tevékenységünket hogyha lehetséges beosztani, hogy például reggel 6 és mondjuk 10 óra között elvégezni az olyan tevékenységeket, amik azt igénylik, hogy kint legyünk. Ők Itt kölytéli. értek a kültéri mm -hmm. tevékenységeket. Itt értem arra, hogy például, hogyha idős nyugdíjas nénike vagyok, akkor reggel 8 és 9 óra között, vagy 10 óráig megyek el vásárolni, mert akkor tudom, hogy 20 Egyébben fok, enyhébe az idő. Az ide. Így Igen, így van. Nem ki, a, Tehát a 32 fokba megyek délután vásárolni. De ugyanúgy, hogyha a fiatalokra gondolok, akkor, és mondjuk aki sportol, az is úgy kellene időzítse, hogy reggel, kora hajnalban menjen szaladni, mert akkor akkor sokkal frissebb a levegő is, jobban is bírja. Ugye délután még az megtörténik, Itt lehet este is szaladni, nem mondom, hogy nem, de általában este kicsit melegebb van. De hajnalban azért akkor a legfrissebb, igen, talán, igen, a van. hajnali órákban. Itt enged meg, hogy beékeljek egy pontos kérdést. A sportról jut eszembe, meg az edzésekről, hogy milyen helyzet azokkal, akik viszont mondjuk aktív fizikai munkát végeznek. Egyszerűen nem tudják megválogatni azt, hogy reggel 5 órakor vagy 6 órakor kezdjék el. Akik sportolnak rendszeresen, azért azok elég fittek, és azok jól, jobban tudnak alkalmazkodni. Nyilván, hogy nekik is leter, tehát le, leterheli a szívüket, de ők nem annyira érzik meg. Illetve és ők már odafigyelnek arra, hogy Fokozzák a folyadékbevitelt, ilyen olyan italokat is fogyasztanak, általában akik ezt. Tudatosan internet, ki van alakítva van, akkor valószínű. Van. Én így a fizikai van. munkát konkrétan kétkezi munkás emberekre értem jelen állás szerint. nem tudom, építkezésben dolgozók, stb. stb. Így stb. van. Hát ott ők nem tudják megválogatni, nem tudják megválogatni. Viszont ott akkor arra kell odafigyelni, hogy a folyadékbevitelt kell fokozni. Akár naponta 3-4 litert is. Nagyon jó. És itt, amit még szoktam mondani bár általában azt mondom, hogy sószegény étrend, itt azért egy kicsi, hát nem kell éppen annyira sószegény étrenddel. Én egy kicsivel több sót is fogyasztani. Ez a kérdés, Igen. mert ez a sok kérdés, ez azért egész komoly, ugye főleg ha szívügyekről van szó. Igen. Ilyen egészségügyi szempontból nézve, akkor a soha az egy, egy egészen komoly, nem tudom, topik, ami körül így forgolódunk. Mi a helyzet akkor a sóval, ezt így tisztázok van, le egy így van. életre. Tehát ilyenkor, mikor izzadunk, és tudjuk, hogy izzadni fogunk, akkor lehet egy kicsit sósabban is enni akár. Az átlaghoz képest, vagy a normalitáshoz képest ez egész pontosan mit jelent? Nem kell azért nagyon intenzíven, mert azért minden élelmiszer általában úgy bennem van a só, hanem tudom én, most a paprikát vagy a paradicsomot egy kicsit megsóztam, és ennyi. És belefér ennyi. És ja. Nem kell túlzásba esni. Jó? Ja, ja. És itt, amit még említenék, a munkásokat figyelembe véve, viszont az alkoholfogyasztás, főleg a tömény, de nem csak ez ellenja volt. Ugyanis dehidrációhoz vezet, kiszáradáshoz vezet. Na, ez nagyon fontos és jó is, hogy mondod, nem feltétlenül csak a munkás emberek, de hát fesztiválszezon nyakig egyébként ez van így. körülöttünk. Apró, itt akkor gondolván a fiatalokra is, ugye, akiknek a legegészségesebb, úgymond a szervezete a legtöbbet bír, de akkor ez egy fontos felkiáltó. Így van, így van. Tehát ez kiszáradást okoz az alkohol. Milyen helyzet a kávéval? Akkor rákérdezöd a, a saját. Hát, uh, igazság... <gül> <gül> igazság szerint azt is kellene csökkenteni. A koffeint. Uh -huh. Igen szemlesítve, pironkodva nézek. Jó, 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 Köszönöm mindenképp a tanácsokat, hát a, akár a magam szempontjából is. Van-e még prevenció szempontjából, amit Hát persze, itt oda lehet figyelni általános dolgokra, például az öltözködés, hogy hogyan öltözködünk. A vérnyoma, akik vérnyomás csökkentőt szednek például, azoknak is egy kicsit lehet csökkenteni, szoktam mondani a betegeknek, méregesse a vérnyomását, és hogyha alacsonyabb lesz a vérnyomása akár miatt, kicsit le lehet csökkenteni a vérnyomás csökkentő Gyógyszereknek a dózisát mondjuk így megfelezi. Na igen, 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 ez is nagyon fontos erre. szempont, ez a krónikus betegek Így van, külön. így van, így van. Ugyanakkor az étkezésről sem kell megfeledkeznünk, hogy hogy mit tegyünk, tehát hogy inkább zöldség, gyümölcs, kevesebb, zsírosabb vagy olyan étel, ami nehezen emészthető. És ami ugye mifelénk jó szokás szerint így mondják, hogy megterheli nem csak a gyomrot, hanem esetenként a, a, szívet és a teljes keringést is. Hát igyekszünk megfogadni a tanácsokat. Köszönjük nagyon szépen, és köszönöm szépen a mai beszélgetés. Remélem, hogy lesz még alkalomra. Én is köszönöm szépen. Rádió Gaga interjú.